Városi gyásznap október 26-án. Az 1956-os sorttűz áldozataira emlékeztek a város több pontján. In memoriam 1956, in memoriam Magyar Katalin, kegyeleti megemlékezés a gyásztéren. Ünnepi szentmise és megemlékezés Mosonban az 56-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékeztek vasárnap. Köszöntöm Önöket, a Moson Magyaróvár TV híradóját látják. 1956. október 26-án számos vidéki városban, köztük Moson Magyaróváron is borzalmas sortüzek dördültek. A sortüzek áldozatainak emlékére október 26-án Moson Magyaróváron városszerte megkoszorúzták az emlékhelyeket. Az 1956. október 26-ai Moson Magyaróvári sortűz áldozatairól idén is megemlékeztek. A városi gyásznapon elsőként a Bolyai János Általános Iskolánál található Gulyás Lajos emléktáblát koszorúzták meg, ahol Máté László mondott beszédet. 65 évvel ezelőtt egy furcsa mód lelassult időben élték meg az akkoriak, azokat az eseményeket, amelyekre ezekben a napokban országszerte emlékezünk. A koszorúk elhelyezése után a megemlékezés a Karolina Kórház rendelőintézet előtt folytatódott. Gábor Józsefné beszédében felidézte az 56-os eseményeket. Az önök régi kollégái nagyon nagy odaadással, fáradtságot nem kímélve dolgoztak azért, hogy minél több életet megmentsenek. A városi gyásznap következő állomása a Vártér volt, ahol Kovács Csomor Zsolt megemlékezett az intézmény hallgatóiról, akik részt vettek az eseményeken. A közeli pártbizottság épület elé vonul, a mai Deák térre, ahol a városból már mások is ülekeztek. A Szent Háromság szobor talapzatán Steinhard László első évfolyamos hallgató elszavalta a talpra magyart, illetve a tanácsházáról leverték az örös csillagot. A beszédet követően a megemlékezők elhelyezték koszorúikat a várnál található emlékszobornál. Ezután a polgármesteri hivatalnál emlékeztek meg a 65 éve történt eseményekről. A hivatal előtt Németh Alajos idézte fel gyermekkori emlékeit. Kisgyermekként a mai Kossuth Gimnázium kollégiumának ablakából figyelhették az eseményeket. Mint gyerekek, egy páholyból tudtuk végignézni ezen a téren történt eseményeket. Láttuk ezt a felszabadult tömeget, amelyből csupán annyit értettünk meg, hogy ezek az emberek vidámak, örülnek valaminek. Bennem nagyon megragadt, hogy az emeleti ablakból egy padlót toltak át a kiugró fölött lévő vakablakokhoz, amelyekben óriási vörös csillagok voltak elhelyezve. Ezen a padlón, ami különösen tetszett nekünk, egy ember négy kézláb mászott ki, és próbálta leszakítani, letépni ezt a csillagot. Ami előbb-utóbb sikerült is neki. A gyásznapon megemlékeztek a magyaróvári temetőben, a tömegsírhelyén felállított obeliszknél is, ahol imát Kis Miklós mondott. Ezen a délutánon nem csak őrájuk emlékezünk, és az ő lelkük üdvért mondunk imát, hanem mindazokért, akik az e napot megelőző és e napot követő napokon haltak gyilkos golyóktól, életüket áldozták. Hősök voltak. A megemlékezés a magyaróvári temetőben folytatódott, ahol a Hansági Múzeum igazgatója Cuppon Tamás emlékezett meg a sortűz áldozatairól. Már a sortűz másnapján eltérő adatok láttak napvilágot, a megyei napilap 59 halottról számolt be, a Földes Gábor ellen indított perben 1957-ben az ügyész 104 áldozatot, a temetésről beszámoló Daily Mail 85 elhunytat és 230 sebesültet említett. Később több szemtanú 107 áldozatról számolt be. Cuppon Tamás hozzátette, hogy az áldozatok pontos számát máig nem lehet megállapítani, egyrészt a források, másrészt pedig az orvosi dokumentációk hiánya miatt. A megemlékezésen az Újhelyi Imre Általános Iskola tanulóinak műsora után elhelyezték a koszorúkat, majd a hagyományokhoz híven gyalogos felvonulás indult a gyásztérre. 1999 óta városi gyásznap október 26-a, amikor is az 1956-ban történt halálos áldozatokat követelő sortűzre emlékezünk meg. Az idei évben tartott kegyeleti megemlékezésen beszédet Rétvári Bence államtitkár mondott, míg a Bolyai János technikum diákjai műsorukkal Magyar Katalin előtt tisztelegtek.
A hagyományos gyászmenet megérkezésével vette kezdetét az idei kegyeleti megemlékezés a gyásztéren október 26-án. A himnusz közös éneklése után Rétvári Bence államtitkár mondott az idei évben megemlékező beszédet. Az államtitkár a 65 évvel ezelőtt Békésen tüntetőkre emlékezett meg, akik aztán a sortűz áldozatai lettek. Mint fogalmazott, a szabadságot és függetlenséget vágyó magyarok békével, fegyvertelenül vonultak utcára, a rendszer mégis agresszióval lépett fel ellenük. Gondoljunk bele, milyen lehet sortűz egyik és másik oldalán állni. Azon az oldalon, ahol az emberek egymásba karolva, énekelve, egy szál balonkabátban mennek, mert nem tudják már elviselni 8 év után azt a szörnyű elnyomást, amit a kommunista diktatúra okozott itt Magyarországon, amikor sokan már úgy érzik, hogy nincs vesztenivalójuk, mert elvettek tőlük mindent. Elvették akár évekre a szabadságukat, akár megölték egyik vagy másik rokonukat, voltak itt internáltak, elvették már a boltjukat, elvették már a lakásukat is, teljes mértékben kiszolgáltatottak, és tudják, hogy az állásukat is bármikor elvehetik. Rétvári Bence hozzátette, a másik oldalon ott voltak a katonák, a karhatalmisták, akik tudták, ha meghúzzák a ravaszt, akkor vér fog folyni az utcán, és emberéleteket oltanak ki. Az államtitkár hozzátette, a mai napig nincs pontos adat arról, hogy hányan estek áldozatul a vérengzéseknek. Rétvári Bence beszédében kiemelte továbbá, nincs nagyobb kincs a szabadságnál, és sosem szabad feladni a függetlenséget, hiszen 65 évvel ezelőtt fiatalok áldozták életüket a magyar szabadságért. A megemlékező beszédet követően az áldozatokért és a túlélőkért imád Bodó Zoltán mondott. Büszkék vagyunk, Urunk, azokra az emberekre, akik a szabadságvágytól felhevülve jöttek ide, hogy kifejezzék egy szebb és igazságosabb jövőbe vetett hitüket, ahol nincs helye a félelemnek, a zsarnokoskodásnak, az állandó kétkedésnek. Ugyanakkor imádkozunk is értük, akiknek te láttad küzdelmüket, szorongattatásukat, szenvedésüket és vérük hullását. Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk Istenünk. Mosonmagyaróvár önkormányzata az idei évben az 1956-os megemlékezések középpontjába a 16 évesen hősi halált halt Magyar Katalint helyezte. Az idei kegyeleti megemlékezésen a Bolyai János Technikum diákjai Posgai Zsolt átdolgozott színdarabját, a Szerelmem Magyar Katalin című darabot mutatták be. Most már vége, hamarosan vége, látod, teli van minden katonákkal és halottakkal, vége. Miért csinálod ezt? Butaságukat kérdezel, miért próbálok segíteni? Mindig is egészségügyibe akartam menni, aztán orvos lenni, gyerekorvos. Biztosan sikerülni fog neked. A kegyeleti megemlékezés idén is a koszorúk elhelyezésével ért véget a Golgota szobornál, a 70. számú Széchenyi István cserkész csapat közreműködésével. A Városi Gyásznap kegyeleti megemlékezésének egészét most hétvégén, október 30-án és 31-én televíziónk adásán is megnézhetik majd. Az 1956-os forradalom és szabadságharc mosoni áldozataira emlékeztek október 24-én vasárnap délelőtt a mosoni temetőben. A hagyományos megemlékezésen a Glück Frigyes iskola tanulói adtak műsort, beszédet Rongics László, míg imád Kapu Jenő mondott. A hagyományokhoz híven az 1956-os forradalom városi megemlékezései keretében vasárnap délelőtt a mosoni temetőbe várták az emlékezőket. Az eseményen a Glück Frigyes turisztikai és vendéglátóipari szakképzőiskola diákjai adtak műsort. Ez az ünnep magába sűríti mindazt, amire a magyarság vágyott, amit magának követelt. Ez az ünnep jelképe a hősiességnek, tanítás arról a nemzeti egységről, mely a felkelés tüzében egyéni és közösségi áldozatok közt született. Az idei évben megemlékező beszédet Rongics László mondott, aki a 65 évvel ezelőtti eseményeket elevenítette fel. Beszédében megemlékezett az egyetemisták követeléseiről, az október 22-i előkészítő eseményekről, majd kiemelte, Magyarország külső és belső harcot is vívott a sötét hónapokban. Az utcai harcok mellett a kommunista hatalom még egy eszközt is bevetett, a sortüzeket. 1956. október és december között több mint 50 sortűz volt.
Természetesen a következő megtorlások, és azok elhallgatása miatt az összes halott számát nem tudjuk, mint ahogy az sem, hány embert hurcoltak el kommunista besugása a szovjet hatóságok. Egyes kutatók szerint a szám több ezerre tehető. Az ünnepségen a hagyományokhoz híven Bárdis Tihamérról, Ferenczi Lajosról, Domonkos Antalról, Gyécsek Istvánról, Hornyák Béláról, Pár Jenőről, Vachler Lajosról, Wilhelm Mihályról és Vojnesic Istvánnéről emlékeztek meg. Imát ezúttal Kapu Jenő mondott. Urunk, kérünk, adj magyar népünk számára örök szabadságot. Ne legyen itt többé siralomház, akasztófa, hóhér, vérfürdő, sortűz. Magyar, ne bántson magyart. Lobbanjon fel a szülőföld megvakult lámpája. Legyen a magyar a magyarnak eszmetársa, segítője, barátja. A mosoni áldozatok tiszteletére 2008-ban helyeztek el egy emléktáblát a mosoni temetőben, a Moson-Magyaróvári 56-os Egyesület és a Mosoni Polgári Kör közös összefogásában, a Táncos és a Luncás család támogatásával. A megemlékezés végén a tisztelet koszorúit is elhelyezték az emléktáblánál. Moson-Magyaróvár képviselőtestülete október 28-án csütörtökön 15 órától általános közmeghallgatást tart a Városháza dísztermében. A közmeghallgatás napirendjén szerepel a 2021. évi gazdálkodásról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről és a helyi adók felhasználásáról szóló tájékoztató. A résztvevők a képviselőtestülethez közérdekű kérdést intézhetnek, javaslatot tehetnek. A Nemzeti Egyetemi Kosárlabda Bajnokság férfi nyugati csoportjában az ELTE Beacot fogadta a Moson-Magyaróvár Széchenyi Egyetem. A két hasonló stílusú csapat kapkodó, sok hibával tarkított mérkőzésén a hazai alakulat nagy csatában győzte le a találkozó végére elfáradó, emberhiányban játszó fővárosi vendégeit. A mérkőzés végeredménye 75-65. Röviden a csütörtöki időjárásról. Holnap is ködös párás idővel indul a nap, napközben azonban derült, napos időre van kilátás. Csapadékra nem kell számítani, mérsékelt lesz a szél. Térségünkben 14 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Rosta Béla, a Hunyadi Iskola igazgató helyettese, akivel Horváth Megyesi Kata beszélget. Ezután a Székely Konyha és Kert című műsor következik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!